ebben a szezonban először találkozik egymással az Eto'o és a Honvéd, ami azért érdekes, mert az előző idényben 6-szor is összecsaptak, ugyanis minden lehetséges porondon találkozott egymással a két csapat. A bajnokságban a Honvéd itt 2-0-ra győzött, de akkor már bajnok volt az Eto'o, ne feledjük, és 0-0-ás döntetlen született Győrben. Ugyanakkor a másik két meccsen a Bozsik stadionból elvitte a 3 pontot, bár csak az egyik összecsapáson adta pontokat a győzelemért a győri Eto'o. Daoud. Nagyszerű a beadás. Nagy Gergő fejjel veszi célba a kaput, de mellé megy a labda. Szép támadás volt, egyáltalán nem veszélytelen befejezéssel. Hoppá! Hidi. Nyilván felhívták az edzők a figyelmet, hogy lőjenek távolról a játékosok. Hidi megtette. Vécseinek gurítja le aztán. Nem rossz lövés. Nem mondom, hogy bejött a trükk, mert nem hiszem, hogy sokan elhitték, hogy Daoud majd megfogja a labdát kézzel. Varga középre, nem rosszul. Mevungu vissza. Győri előtt landol a labda, és kapura is küldte Andrics. A legnagyobb Eto'o lehetőség. Alcibiade. Jó lövés, de mellé megy a labda. Pátkai, ha jól láttam. Nem ő volt, bocsánat, Kronabeter. Ignjatovic. Hova rúgta Alcibiade, majdnem Mevunguhoz. Oh, nem volt csúnya a lang. Daoud a földön, a labda nagynál. Zsob. Kiváló beadás. Hidi fejjel mellé. Kemenes. Behullott volna a léc alá. Ez bravúros mentés volt. Svec veszélyeztetett. Középen Perea várja a labdát. Ott van Daoud is, és bepasszolja. Elcsúszott Svec, és Daoud ezt kihasználja. Nagyon úgy festett, hogy egy gólos meccs lesz maximum. Ha ez így van, akkor a Honvéd újabb bravúrt könyvelhet el. Amikor a Honvéd kikapott hazai környezetben, az akkor fordult elő a csapattal, amikor nem szerzett gólt. Itt viszont majdnem szerez egy másodikat is. Kamenár. Daoud visszatette még. Varga. Kemenes. 84. perc. Vinyár bele a sorfalba. Vécseiről vágódik le a labda, lehet, hogy a karjáról, de ott volt a teste elé, a teste mellé szorítva, nem láttam pontosan. Ezt mutatta Solmosi. Itt viszont az egyenlítő gól, és Martínez szerzi. Visszarúgják a labdát, és Martínez nem ünnepel, hiszen volt csapatának rúgja. Kalmár fejelte ki a labdát, gyönyörű lövés volt. Vécsei. Mondhatjuk, hogy meccslabda, de bravúr lett volna, hogyha onnan ezt belövi. Remekül eltalálta Vécsei, de mellé ment. Így tehát egy pont a zsákban marad. Egyet-egyet könyvelhetnek el a rangadón a csapatok.